és a stúdióban, ahogy már említettük, és nem is ment ki, nagyon jól tette egyébként, hogy itt maradt Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, és a ma reggeli kérdező társunk, a Mandinár.hu főszerkesztő helyettese Kacsony Dániel, neked is jó reggelt! És jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a nézőket is, köszöntöm elnök urat, köszönöm a lehetőséget, hogy jobbikos politikussal szemben állhatok, és kérdezhetek tőle néha a napi tapasztalatunk azt, hogy nem könnyű szóra bírni ellenzéki politikusokat, de majd ezzel fogunk még próbálkozni. Hadd kezdjem azzal a fölvezetőben elhangzott témát. Ha itt dolgoznál, kérdezem, akkor nagyon sokszor találkozhatnál ellenzéki politikussal. Ó. Lehet, hogy tapasztalatot kéne cserélnünk, mert nekünk meg a kormánypártiakkal van nehéz dolgunk néha. Oké, akkor fordítok a Mandinán ezt dolgozni, én pedig ők az átnézni. Na, tovább. Egy idézettel kezdeném, az alfahír.hu-nak nyilatkozott elnök úr a tisztújítás után rögtön, hogy a mostani tisztújítás a viták végére pontot tett, új fejezetet nyitunk. Viccelt akkor, vagy nem látta jönni Jakab Pétert? Én is örülök, hogy néha mandineres újságírókkal lehet beszélgetni, de lehet, hogy ehhez a mandinerni meg kellene tanulni újságot írni, és objektíven, és független újságként viselkedni, és akkor lehet, hogy érdemes lenne önöknek is nyilatkozni. A kérdésére vonatkoztatva... Nem személyeskedésnek veszem, de... Nem, ezt a mandiner, ezt a szerkesztőség felé üzenem, hogy lehet, hogy az Origó alá nem kellene bemenni, és akkor sokkal egyszerűbb lenne beszélgetni politikusoknak, újságírókkal, közéletről. De most azért nem menjünk ebbe bele, hogy média elemzésekbe bocsátkozunk. Csak ha már... Ez világot szül szerintem, hogyha politikusok minősítenek újságokat, szerintem ez fordítva... Sajnos a magyar sajtó szabadságot nem a magyar újságírók minősítik, hanem mondjuk az Európai Unió, meg a szabadságjogokért, és a szabadságjogokat féltők sokasága. Én minden esetre, bocsánat, elnök, hogy nagyon örülünk, hogy a Dani itt van, és egyébként elég sok sajtóorgánomtól hívunk ilyenkor vendégeket, attól függetlenül, hogy most ki mit gondol, de szerintem kanyarodjunk vissza. Semmi baj nem lett volna, hogyha nem ezzel kezdődik a műsor, hogy a politikus miért nem áll szóba a Mandinerre. Tehát lehet, hogy a sajtó... Sajtóoldalán is van egy icipici probléma. Én a megválasztásomat követően a kongresszus után azt mondtam, hogy békét szeretnék teremteni a Jobbikon belül. Azért is indultam el egyébként elnöknek, mert két szekértábor állt egymással szemben a Jobbikon belül, ami egyértelműen Jakab Péter lemondásából alakult ki, és ez volt az a ok, ami miatt a párt az megosztott volt. Én azzal az üzenettel érkeztem EP képviselőként egyébként, tudom, hogy egy nagyon atipikus pozíció, amiből az ember elnökségre pályázik egy párton belül, de az volt az egyik fő motivációm, hogy itt a szekértáborok fölött egy ilyen hidat képezzek, és megteremtsem a békét, de hát egy béke megteremtéséhez két fél kell. Több mint egy hónapig próbálkoztam Jakab Péternél, ez nem sikerül. Uh-huh. Még egy kérdést engedjetek meg, és aztán átadom a szót. Hányan tartanak Jakab Péterre az ön jelenlegi tudása szerint? Azért is kérdezem ezt, mert Jakab Péter azonban a posztjában, amikor leváltották a frakcióvezetésről, vagy még ő maga lemondott előtte ugye az elnökségről, akkor megnevezett személyeket, akiknek nem fogja elfelejteni, hogy kiálltak mellette. Most én ezt nem tenném meg, de úgy tűnt, hogy vannak szoros szövetségesei a pártvezetésen belül. Feltételezné a külső szemlélő, hogy ők esetleg vele tartanak. Lehetett tudni, alapszervezetekről is lehetett hallani, akik kilépnek a Jobbikból a változás hatására. Hogy áll ez most? Hát ez ugye nap mint nap változik, tehát azért azok, akik mondjuk még egy hónappal ezelőtt úgy gondolták, hogy egy ilyen szakításnál Jakab Péterrel tartanának, azok nyitott szemmel és nyitott füllel követték az elmúlt egy hónapnak az eseményeit, amiben hát azért elég sok minden történt. Tehát ez nem egy tipikus uborka szezon volt a Jobbik számára. Azért aki mondjuk meglátta azt, hogy mit műveltek Jakab Péternek a követői, meg a támogatói pár nappal ezelőtt a Kataponton, ahova Potocskáné Körösi Anita megérkezett, hogy a katásoknak segítsen Miskolcon, ráadásul Jakab Péter szülővárosában, és látta azt az őrjöngést, amit ott levágtak, annak remélem elment a kedve attól, hogy Jakab Péterrel tartson. Valószínűleg nagyon sok Jobbikos szavazót érdekel az, akkor hogyan tovább a Jobbikon belül, hogyan tovább a Jobbik frakcióján belül, de ami még érdekelne, hogy vajon az önlevele, elnök úr, nem lehetett-e bántó, akár Jakab Péter számára, akár pedig a Jobbikos szavazók számára, amikor azt mondta róla, nagyon sok mindent mondott, ugye nagyon sok mindent írt, de szélsőbalos, proletár eszméket üvöltöző politikus lett belőled. Ezt mire gondolt, amikor ezt leírta?
Nézze, én az emberi méltóságot azt tiszteletben tartom, és semmiféleképpen sem a személyét akartam minősíteni, hanem azt a stílust, amit fölvett az utóbbi időbe, és amiről ő azt hiszi, hogy ez a magyar emberek problémáinak, a problémáik megoldásához vezető út, és hogy ezzel kell ma Magyarországon politizálni. Az emberek kétségbe esettek, összejött a negyedik kétharmad, elképesztő sok probléma gyűlt össze, haladunk egy válság és egy recesszió felé. Szerintem ebben a helyzetben az embereket nem hergelni kell mindenféle alternatíva felmutatása nélkül, hanem alternatívát kell felmutatni, kormányzóképességet kell felmutatni, és az embereknek kiutat kell mutatni ebből a jelenlegi helyzetből. Azt meg nem ezzel a stílussal kell. Jó, azért ez a mondat, ez legalább annyira vitte a szakítás felé ezt az egész történetet, mint az elmúlt egy hónap Jakab Péterék részéről, ebben azért egyetérthetünk. Hát nézze, azért eljön az a pont, amikor nekem is választanom kell ugye Jakab Péter és a Jobbik között, vagy meg kell vizsgálnom azt, hogy ez a kettő mennyire kompatibilis egymással. Én abban a jó helyzetben vagyok, hogy azért két alkalommal is tudtam hosszasan négy szem közt beszélgetni Jakab Péterrel, ami azért nem egy egyszerű dolog, mert hogy általában ilyen hat szem közti beszélgetéseket kellett vele folytatni, ugye Molnár Enikő jelenlétében kellett a legtöbb ilyen beszélgetést lefolytatni, most már pártelnökként eljutottam odáig, hogy Jakab Péterrel tudtam négy szem közt is szót váltani, és én próbáltam neki elmagyarázni azt, hogy merre van az arra, és hogy ebbe tudunk segíteni. Tehát az, hogy egy bukott választás után egy vezető vállalja a felelősséget, az a nyugati civilizációban a világ legtermészetesebb dolga. Hogy azt mondja, hogy jó, gyerekek, nem sikerült, ez tényleg a Jobbiknak az egyik legnagyobb mély repülése volt, egyetlen egy mandátumhoz nem jutottunk, már itt egyéni képviselőkről beszélünk, nem sikerült bejutnom a második fordulóba az előválasztáson, tehát tényleg nem volt egy diadalmenet, ezek után lemondok. Ez a világ legtermészetesebb dolga, de az, hogy valaki azt a magyar politika történeti tradíciót, mert ez már tényleg egy tradíciót folytatja, hogy így a bukott pártelnököknek az ilyen örjöngő, ilyen sértődött sorát gyarapítja, szerintem több, mint szégyen. Még egyet idézünk most viszont Jakab Péter leveléből. Azt mondja, hogy azért neki is eszébe jutott az ön reakciója levele kapcsán az az ellenzéki körökben terjedő szóbeszéd, hogy Rogán megüzente az ellenzékbe beépült embereivel, hogy maradjunk csendben, meg ne próbáljuk kihasználni a válság miatti elégedetlenséget. Nem tudom, Marci, címzi önnek, hogy te Rogán embere vagy-e. Csak azt, hogy csendet kértél tőlem. Üzent valamit Rogán Antal? És ki Rogán embere a Jobbikban? Rogán Antallal nem vagyok beszélő viszonyban, és Rogán Antalnak nincsenek emberei a Jobbikban. Én akkor, amikor leültem Jakab Péterrel, most is volt egy oka, miért ezt a levelet megírtam. Ez a miskolci őrjöngés volt. Akkor, amikor Jakab Pétertől először találkozót kértem elnöki választásomat követően, az volt, amikor kirakta azt a videóját, ami először voltam boldog életemben, hogy nem Jobbik logó alatt ment ki egy párttagjának a performansza, de amikor járja a parlamenti folyósókat, és beszél arról, hogy hány szar ember van a parlamentben, és hogy mennyire utál ide bejárni dolgozni. És akkor megkerestem, és mondtam meg, hogy Péter, nem kötelező itt dolgozni, de azért, hogyha a fizetést fölveszed, akkor légy szíves, ide azért gyere be, hogy a magyar embereket képviseld, ebben a házban 100 éve képviselik a magyar nemzeti érdekeket és a népet, ami egyébként egy politikustól nem egy olyan nagy trúváj, hogyha a népet képviseli, én nem ismerek olyan politikust, aki nem erre törekszik, de örülök, hogy Jakab Péter is felfedezte azt, hogy a népet kell képviselni politikusként, de az, hogy valaki azt mondja, hogy ő ide a parlamentbe nem szeret bejárni, mert itt szar emberek vannak, közte a Jobbiknak a saját frakciótársai is. Én mondtam, hogy na most Péter, figyelj, szerintem ez az a pont, ahol el kell menni pihenni, előtte meg egy kicsit csöndbe kell maradni. Szó szerint ezt mondta, ezzel a jelzővel ért? Amit most az előbb mondott, hogy már nára ugyancsak muszáj ismételnem, hogy szar emberek vannak itt? Hát ez volt a videóban. Hát ezt ő mondta. Ezt ő Péteri mondta, ugye ez benne volt a videóban, ez körbefutotta ugye az internetet, és mondom, hogy hát Péter, figyelj, tehát, hogy tudom, hogy egy választás után mindannyian frusztráltak vagyunk, de egy választás után van egy stratégiai csend, amikor az ember elgyászolja a végeredményt, gondolkodik azon, hogy mi vezetett ehhez a végeredményhez, rendezi a sorokat, lenyugszik, mély levegőt vesz,
stratégiát alkot, és az új politikai szezonban meg robbanásszerűen újra elkezd dolgozni. Én arra kértem, hogy ezt a stratégiai csendet, ezt együtt tegyük meg, és menjünk végig ezen az úton, amit most az előbb leírtam. Távol legyen tőlem, hogy elvicceljem a dolgot, de ezt, akkor lehet, hogy ezt értette félre Jakab Péter már, hogyha félre akart érteni valamit, a csendet, ugye ezt értelmezte úgy, hogy úgy tűnik, hogy nem félreértett. Hadd legyen egy konkrét kérdésem, még Molnár Enikő neve többször szóba került, ellen egy etikai eljárás indult a Jobbikon belül, ő elmondása szerint őt meg is hallgatta már az illetékes Jobbikos testület, hogy áll az ő pártagsága, és ez az eljárás, ez a procedúra, ez hol tart? Nem, sajnos itt annyira turbulens volt az elmúlt pár nap, hogy nem elfejtettem. Az etikai testület azt tudom, teljesen függetlenül végzi a munkáját, és az elmúlt, én is hallottam, hogy megtörtént a meghallgatás, de nem tudom, hogy pont került-e az etikai végére. De bocsánat, akkor úgy kérdezem, hogy el tudják képzelni, hogy mindezek után Molnár Enikő a Jobbikban folytatja, bármilyen formában? Ismerve Molnár Enikőnek meg Jakab Péternek a kapcsolatát, erre túl sok esélyt nem látok. Mármint, hogy a Jobbikban folytatja. A kapcsolatok. Nagy ismerve. Szoros. De hogy értjük ezt, vagy hogy értjük ezt, hogy szoros? Hát szerintem Molnár Enikő Jakab Péterhez kötődik, nem a Jobbikhoz. Mi hozza itt a döntéseket? Molnár Enikő vagy Jakab Péter ön szerint? Szerintem Molnár Enikő. Egyes döntéseket lehet, hogy Jakab Péter hoz meg, azt nem tudom, de hogy mennyire Molnár Enikőtől függetlenül, afelől már vannak kételjeim. Beszéljünk arról is, hogy a Jobbik hogyan tudja ezek után folytatni, mert hogy minden, amit elmondott, az tényszerű nyilván, hogy az előválasztás nem volt finoman szólva sikeres Jakab Péter számára, a választás meg a Jobbik számára, de azért mégis ő egy nagyon karakteres arca volt a Jobbiknak, és láthatóan az, hogy egy nap mondjuk 20-szor elmondják, hogy a néppárti Jobbik meg a konzervatív ellenzéki párt, az azért olyan túl sokat nem hoz a konyhára. Mi a B-verzió, így Jakab Péter után? Hát azért ugye volt egy stílusbeli ellentét, tehát nekem is ugye azzal a fajta stílussal volt legfőképpen problémám, amit Jakab Péter képviselt, és azt, ami, tehát lehet, hogy egy nagyon életképes brand volt a Jakab Péteri brand, de egyre inkább éreztem úgy, hogy nem illeszkedik bele abba a fajta ideológiába, koncepcióba, amit mondjuk az elvi nyilatkozatunkban lefektettünk. Tehát az a fajta jelkép, amiben valaki ökölbe szorított kézzel a feje fölött hadonászik, ez lehet, hogy mondjuk egy jobboldali párt munkás tagozatába tökéletesen illeszkedik, a Jobbikéban nem igen. Tehát ez nem egy jobboldali konzervatív eszmeiség, sem ez a szóhasználat, sem ez a viselkedésmód, sem ez a jelképrendszer. Én úgy gondolom, hogy ezzel jó, ha valahol máshol próbálkozik az ember. Van egy jobboldali konzervatív párt, ugye Fidesznek hívják, kormányon van. Ezzel szemben hogy tud így alternatívát mutatni a Jobbik? Hát azért a jobboldal az egy nagyon tág spektrum, tehát mondjuk az, hogy a Fideszről az, hogy csak szimplán jobboldali lenne, ezt már egyre kevesebben gondolják. Egy EU ellenes szélső jobboldali pártként szokták mondjuk a nyugati sajtóban leggyakrabban definiálni, Magyarországon csak azért nem, mert a lakánymédia az elárasztja a hazai sajtópiacot, de úgy nagyjából, hogyha úgy politológiailag nézzük meg azt, hogy ki hova sorolható be, akkor a Fidesz és a Jobbik között már azért nincs szerintem verseny, mert hogy a politikai palettának egy egészen más spektrumát próbálják meg. Azt elnök úr, bocsáss meg, Dani, vagy akkor tudod, mit tett fel a kérdésed, mert ugye te vagy itt a vendégkérdező, tiéd az elsőbség. Köszönöm szépen. Gyurcsány Ferenc a szövetségi politikát újra gondolják-e például? Tehát, hogyha az irányvonalaknál tartunk, elnök úr tett rá utalásokat, hogy nem volt a legsikeresebb ez a hatpárti összefogás. Mi lesz a Jobbik helyzete mostantól e kontextusban? És Gyurcsány Ferenc ez a DK-hoz való viszonyban is. Ugye itt is Jakab Péternek voltak szoros kötődései. Hát ugye a választási együttműködést vagy szövetséget azt ugye alapvetően egy kényszer szülte. Tehát teljesen természetellenes az, hogy pártoknak, ráadásul hat ellenzéki pártnak ugye egy platformra kell tömörülnie, és közös listán kell indulnia ahhoz, hogy egy rezsimet elmozdítson a kormányrúttól. Tehát ezt teljes egészében a választójogi kényszerhelyzet szülte meg, de az utolsó pillanatban is elmondtuk azt, hogy ez nem egyfajta, nem tudom, fúziója hat pártnak, ez hat különálló pártnak egy technikai jellegű együttműködése. Én úgy gondolom, hogy nekünk most ebben a jelenlegi helyzetben nincsen dolgunk egymással, mindenkinek az a feladata, hogy szépen építse fel a saját bázisát, senki sincsen túl ilyen csúcsformában az ellenzéki pártok közül, mindenkinek a saját választóit kell most megszólítani, rendezni a sorait, aztán majd biztos jönnek még választások, ahol nekünk még lesz dolgunk egymással, de az nem most van. Igen, a levelében ugye többek közt arról is írt, hogy ugye fennáll annak a lehetőség, amit ön hallott,
hogy augusztus 20-ával Jakab Péter ugye egy új pártot szeretne létrehozni, ennek a valóság alapja mennyi? Ezek olyan pletykák, amelyek, hát hogy mondjam, ugye egyre inkább hitelt érdemlőek, mert hogy több helyről hallom, mint csak de honnan, hol, tehát egy pártelnöke honnan hallja, legyen olyan kedves, azt mondja el, tehát hogy nem tudom, a parlamentben reggelizik, kiszi a kávéját, odalép valaki önhöz, és akkor mond valamit, vagy... Tehát naponta beszélek több tucat taggal, tehát a pártnak a Jakab Pétertől ezt nem kérdezte meg? Hát a Péterrel nem, tehát hogy az utóbbi időben már csak ilyen elhűvel nézzük egymást szerintem távolról. Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen kérdésre egy őszinte választ fogok kapni, de nagyon-nagyon sok taktól, meg hát nyilván a mozgásból is lehet látni egyfajta ilyen kifelé sodródást, meg egyfajta szervezkedést, ami már egyre kevésbé illeszkedik bele a Jobbiknak, mint pártnak a működésében, meg az irányába. Tehát amikor már egyeztetés nélkül, saját logó alatt mennek olyan politikai akciók, amiknek semmi köze ahhoz, ami a Jobbik, akkor az ember azért elkezd gyanakodni egy idő után. Nem tartható, hogy ön lesz az a pártának, aki lekapcsolja a villant a Jobbiknál? Azért a Jobbikot már párszor temettük, meg temették. 2018-ban, amikor frakcióvezető lettem, meg elnök helyettes, akkor is ilyen hasonló kérdésekre kellett válaszolnom, hogy akkor most hol áll meg a kizárási folyamat, meg a pártszakadás, akkor ugye Torockai Lászlóék távoztak sokak megkönnyebbülésére, és onnan is visszajött a párt. Én úgy gondolom, örülök annak, hogy ezt még így a nyári hőségben és uborka szezonban sikerült a tegnapi nap folyamán pontot tenni ennek a folyamatnak a végére, és hogy szeptember 1-től újra el tudunk kezdeni a választókkal foglalkozni, nem pedig saját magunkkal és egymással. Nagyon vonalas politikus benyomás képét keltette akkor, amikor Jakab Péter azt mondta, hogy neki le kellett volna mondani, bocsássanak, meg tudom, kiszaladtunk az időből, ha nem lesznek eredményesek az Európai Uniós választások és az önkormányzati választások a Jobbik szempontjából, akkor ön lemond magától? Az teljesen egyértelmű, hogy ha van egy kudarc, akkor annak a felelősségét valakinek vállalnia kell, és a párt elnök az, aki egy ilyen helyzetben vállalja a felelősséget természetesen. Köszönjük szépen a válaszokat és a kérdéseket is. Köszönöm a lehetőséget.